a Gutenberg galaxis, az egyszerűen működik, és működni is fog, és mindig lesz arra igény, hogy kinyisd azt a könyvet, és adj figyelmet, türelmet annak az embernek, aki ott van, és ez szerint tényleg nem tantárgy az irodalom, mert sokat szoktam mondani, hogy az irodalom nem tantárgy, ez amit az irodalom világnézet, szeretek ilyen jelmondatokat mondani, és én ezt próbálom valahogy a diákoknak átadni mindig az adott történeteken, vagy az adott szerzőkön keresztül. Juhász Ferenc lányának lenni, vagy a családtagjának lenni, az egy feladat is, meg egy áldás. Hogy egy olyan különleges helyzet van, hogy van egy zseni a családban, szóval ezt ki lehet mondani, és mi ott vagyunk körülötte, a nővérem mindig azt mondja, hogy mi körülötte keringtünk, mint egy nap körül. Ugye nagyon jó sztorim van, de hogyha egy elsőre eszembe jut a gyerekkorom, akkor ez az egyik első ilyen meghatározó élmény, hogy mi mindig pakoljuk az irodalmat. Tehát volt apukámnak a dolgozószobájában, az ott egyben a hálószobájuk is. És annyira sok kézirat, meg papír, meg toll, meg könyv, minden volt az íróasztalon, hogy ahhoz, hogy ő dolgozzon, az természetesen minden nap, reggel le kellett pakolni az ágyra, majd az ágyról délután, amikor végzett, vissza. És ezt nagyon sokszor együtt csináltuk ébredés után, miután már totál kitakarítottuk a lakást, mert ugye mivel ez a munkahelye volt, ezért mindig tisztaságnak rendnek kellett lennie. Úgyhogy ez ilyen reggeli porszívózás, meg pakolás, meg minden után jött ez a irodalom pakolás. És ezt nagyon-nagyon szerettük, mert amellett, hogy kézzelfoghatóvá vált az alkotói munka, tehát láttuk, hogy mind dolgozik, láttuk a jegyzeteit, láttuk a folyamatot magát, akár ilyen kis cetliket, meg ugye a nagyobb kéziratokat, közben valahogy megéreztük azt is, ami mindig ilyen átvitt értelem a művészettel kapcsolatban, hogy ez csak úgy történik, de ez nem csak úgy történik, hanem ez egy munka, és van ez az alkotói csönd, amikor tudod, hogy valami van egy ajtó másik oldalán, és az valami olyan dolog, ami akkor születik meg, és mindig váltuk, hogy kinyíljon ez az ajtó, és megmutasson valamit azokból a versekből, ami éppen akkor született. Úgyhogy ez is nagyon jellemző, meg ezek a hétvégi nagy, most bulinak mondanánk, ilyen nagy összejövetelek a barátaival, akkor meg hirtelen ilyen hangossá vált minden, tehát ilyen sok dimenziósan kapcsolódtunk az alkotáshoz. Édesanyám Kilián Katalin, ő egy orvos, egy művész családba született bele, neki több szakvizsgája lett, reumatológusként kezdte, de egy olyan művész családban, ahol a nővére is költő volt, Mutai Magda, tehát rögtön a gyerekkorától kezdve ott volt egy másik testvér, aki alkotó volt. A szülei folyamatosan művész körökbe jártak, és kiváló értelmiségi emberek közt nőtt föl, tehát ő nagyon-nagyon korán már ugyanúgy járt a Szigligeti Alkotóházba, ugyanúgy járt Kass Jánoséghoz, nagyon jóba volt Nagy Lászlóval, Nagy László élete utolsó estéjén is még anyukámmal volt Széchy Margitnak a könyvbemutatóján, anyukámnak a csodálatos pruszlikot vett Nagy László, tehát ugyanúgy összejárt a művészekkel. Érdekes, hogy a 60-as években, amikor Ferenczi Béninek volt a temetése, akit édesapám temetett, de anyukám ott volt a saját anyjával, mert egy értelmiségi orvos és költő családnak fontos volt, hogy mondjuk egy ilyen temetésre elmenjen. Édesapám ott állt, még az első feleségével, és anyukám még beálltak mögéjük, majd a nagymamám húzogatni kezdte anyukám kezét, aki egy fiatal lány volt, ugye ez a 60-as évek, hogy nézd, ott van Juhász Ferenc. Tehát, hogy nagyon sokszor volt, hogy ők egy helyen vannak, ilyen volt akkor az élet, hogy valamiképpen az orvostudomány, az orvosok, akik ismerten nagy műkedvelők, összejártak az írókkal, és az már szinte csak egy ilyen csodálatos véletlen volt, hogy ők tényleg lett egy pont, amikor a sok kicsi véletlen után összekerültek, és összeházasodtak, és egymásba szerettek, de ez is talán egy jó példa arra, hogy ez a két világ, ez sokszor így a világ nagy dimenzióiban is egyesül, de nyilván a mi családunkban pedig nagyon kézzelfoghatóan szépen összeért. Hát én rajongtam apukámért mindig, de hát ezen nem voltam egyedül, akármerre mentünk a városba, Henteshez, metróztunk, bárhol, ugye neki előre köszöntek az emberek, ez egy nagyon korai élményem. Ma már, amikor én is kultúrával foglalkozom, és gondolkozom, hogy vajon egy költőnek előre köszönnek-e az utcán, nem biztos, hogy megvan az a kultusz, a szó jó értelmében, mint volt az én fiatal koromban a 80-as, 90-es években, amikor mindenki tudta, ki ez a Nagy László, Pilinszky János vagy Juhász Ferenc. Hát egyszerűen annyira kézzelfogható volt az ő ismertségük, nagyon-nagyon sok téren, hogy rengeteg nő is gratulált az apukámhoz, hogy jött oda hozzánk. Ez érdekes volt, és egyébként volt vers tudásuk is, tehát ez nem csak a szép férfinek szólt, hanem annak is, hogy ő egy költő.
Mert mi rajongtunk érte az Eszterrel, és ma már talán nem extra, hogy egy férfi 52 évesen lesz apa, vagy egy nő mondjuk később lesz édesanyja, nem 20 éves korában. Egy picit kitolódott ma már minden. Tehát szinte fura is azt mondani, hogy amikor én felnőttem, akkor viszont ez furcsa volt. És ahogy ugye mentünk előre az általános iskolába, azért tényleg volt egy ilyen bélyeg, és ez elég zavaró volt, mert nem is annyira arról szólt, hogy tehát mi inkább ebbe voltunk mások, hogy nekem idősebb az édesapám, és ezt szinte bántásként mondták sok évfolyamtársam. Aztán persze legyintettünk, mert mentünk haza, és akkor otthon meg egy csodavidág várt minket. De az tény, hogy volt egy ilyesmi, és a felnövésben viszont nagyon sok olyan élményünk van, amikor akár hány éves volt ez az ember, tehát ő egy nagyon aktív szereplő volt, tehát ő tanított minket, hogy mondjam, bujócskázni, fejen állni. Rengeteg olyan programot csináltunk, amiben szinte alig bírtuk fel a lépést tartani, és amennyire sűrű egy Juhász Ferenc vers, annyira volt sűrű az életünk és a lehetőségeinkhez képest, tehát mondjuk egy átlagos, hogy mondjam, egy országváros, szerintem ezt most így megvan talán mindenkinek, hogy mi az a játék, országváros, hegyvíz, növényállat, híres ember. Nálunk ugye ez nem így volt, tehát nálunk ez mind megvolt, amit most felsoroltam, és még volt 15 könyvcím, verscím, és ez egy nagyon-nagyon fontos örökség, ami kiskorunktól ott volt, jött be hozzánk a suliba, foglalkozott a diákokkal, ilyen rendhagyó irodalom órákat tartott, ami szuper volt, most már én is tartok ilyet, de hát nyilván ő egy költő volt, és olyan kézzelfogható élményeket mesélt el, hogy aki alig nem szerette az irodalmat, tuti, hogy megszerette, mert nagyon-nagyon élvezték ezeket az élményszerű sztorikat, meg átéléseket, Latinovic Zoltánnal, Vörös Sándorral, hogy ittak, budiztak együtt, és aztán rögtön jöttek a versztorik, tehát hogy nagyon sok minden volt, ami kézzelfoghatóvá tette ezeket az életutakat, és ez is így az örökség része, tehát hogy lehet, hogy ennyit így nem tudott volna átadni, ha előbb jövünk, nem is tudtunk volna előbb jönni, mert ő egy gyászfolyamat után ismerte meg az édesanyámat, és el kellett annyi időnek telnie, hogy ő kitisztuljon, és abszolút egy új életet tudjon kezdeni. Én toldista voltam, és csodálatos magyar tanáraim voltak, Ek Júlia és Pálfi Ágnes, mind a ketten a kultúra területén mozognak, kiváló alkotók, és nagyon sokat kaptam tőlük. Még mindig az elsőben vagyunk, és akkor még úgy annyira nem vagyok ennek tudatában, hogy na, nagy költő, szóval ez egy ilyen levegő, amiben élünk, magyar tanárok egy picit másod néznek rám meg a nővéremre, de azért az ugye a gimi vége felé lett annyira tudatos, hogy már orientációba felvállaltam, hogy ugye magyar szakra megyek. De a gimi elején szerintem én egy olyan lány voltam, akinek nagyon fontos volt a külsőség, ebben nagyon sokat változtam az elmúlt években, kerestem, hogy ki vagyok, mivel mi nem sokat jártunk el a nővéremmel, tehát nem volt egy olyan életünk, hogy bárkinél alszunk, bárhol lehetünk, hanem mi azért egy zártabb művészvilágban mozogtunk, nem aludtunk soha másnál, nem jártunk nagyon bulizni, nem jártunk külön órákra, tehát hogy nekünk egészen más volt az életünk. Én ugye a gimibe kezdtem el azt kitapasztalni, hogy ki az a Juhász Anna, és egyetem merre, hol vannak a határaim, és ki vagyok én. Jó tanuló voltam, de nem voltam kitűnő, mint a nővérem. Egy szuper osztályom volt, de én inkább úgy mondom, hogy lány, aki sokat foglalkozik a szépségével, mert bizonytalan, és keresi a visszhangot, hogy ki is ő valójában. És hosszú idő volt, amire rájöttem, hogy oké, a magyar lesz az utam. Még egyébként az érettségikor még mindig nem voltam benne biztos, hogy mit szeretnék. Tehát a mai cél tudatosan az akkor még nem létezik, mint nagyon keresi az útját. Rossz is volt a szemem, nekem kontaktlencsém van. De hogy nem hordtam még szemüveget se, tehát annyira rosszul láttam, hogy aki rosszul lát, az bizonytalan természetesen hordhatnak fel a szemben, mert káposzta fejeket lát. Tehát én nem szerettem nagyon kiállni mások elé, de mondom, ez a kettősség, ami azóta átrendeződött, de jelen van az életemben, ez ott is jelen volt már. Nagyon kerestem magam, és volt egy nagyon külsőséges világ, és volt közben zárkozottság is, egy ilyen kicsi kívülállás, de úgy keresi az a lány a helyét még nagyon. Volt csak első kötetem, volt csak olyan kötetem, ami a gimiben nekem támasztékon volt. Az Anna Karenina nekem visszatérő, de mondom, én egy olyan lány voltam, aki kerestem az utamat nőként is, és aki mindig szerelmes, mindig az érzésekre vágyik. Érdekes mód az életemben ezt nem mindig kaptam meg, vagy nem úgy talán, ahogy egy ilyen nagy regényben van írva. Tehát én nagyon szerettem a női sorsokat, és egyszerűen kerestem az utamat. Nagyon sok vers is van. Már gimnáziumban elkezdtem azt játszani, hogy
hogy én nagyon belenézek az írók szemébe, amit ma már a közösségi oldalon szoktam, hogy egy verset kiposztolok, és az író arcát, a tekintetét, tehát hogy kinéz rám ezekből az arcokból. Ez már gimiben is volt, és úgy kerestem a kapcsolatot Radnótival, Kosztolányival, Karintival, József Attilával, Nagy Lászlóval, hogy kik ezek az emberek, és mit üzennek nekem. Volt egy ilyen kis füzetem, amiben jegyzeteltem, és nagyon sok cetlim van otthon, ahol ezeket az olvasmányokat, félkegyelműt jegyzetelem, Shakespeare-eket. De mondom, nagyon sok orosz szerző és nagyon sok vers. Én indiai nagykövet szerettem volna lenni. Amikor apukám kim volt Delhiben egy írókongresszuson, és a fénykép, mint mindenki, én is most a gyerekem mimike képét mutogatom, bárhová megyek, és apukám mindenkinek mutogatta a két lányának a képét, és eltök az én képemnél egy nagyon híres indiai író mondta, hogy hát ez a gyerek úgy néz ki, mintha indiai lenne, és ezt az eredeti folyadékot, amit ugye piros ide lehet pecsételni, az küldött nekem. És ez nekem annyira fontos volt. Hosszú évekig, tehát a gimi alatt is végig azt gondoltam, hogy én indiai nagykövet leszek. Nagyon érdekelt a világ, olvastam erről a kultúráról, és aztán ez átalakult, hát mindig érdekelt a divat, akkor volt egy időszakom, amikor apukám öltönyeit vágtam szét, meg vartam össze cérnával, szóval ez már elképzelhetetlen, de mégis így történt, meg a régi aktatáskájával jártam, meg a régi öltönyeiben, meg mellényeiben, meg ilyen hozentrógerben, és aztán úgy maradt szinte a tartalékos az irodalom szak, mert aztán rájöttem, hogy mégiscsak ez az örökségem, és menjünk erre, aztán majd meglátjuk. És így felvételiztem a Pázmányra is, meg az Eltére is, aztán végül is, ha jól megszem, mind a kettőre felvettek, de az Elte mellett döntöttem, és szinte ugyanezzel együtt kezdtem el olaszul tanulni, én franciás voltam a gimiben, és akkor ez meg nyilván egy olyan orientáció volt, hogy akkor már ez a magyar-olasz kultúra, ami azóta már így teljesen az életem részévé vált, de magyar szakosként kezdtem, és furi volt, hogy sok olyan tanár van, akit egyetlen nem ismerek, de sok olyan, akit igen, és ezek nem voltak annyira egyszerű helyzetek, hogy te ennek vagy a lánya, neked biztos egyszerűbb. Nekem inkább az élmény van meg, hogy másnál egy tanár van benne vizsgánál, meg hat. Mert ugye mindenki kíváncsi, hogy mit tud a Juhász Ferenc lánya. Tehát, hogy nagyon erős felkészültségre volt szükség, hogy én ne valakinek a valakia legyek, hanem a kíváncsiságot is kielégítve, de a saját mércémnek is megfelelően tanuljak. És akkor egy egyetemista lányként már azért tényleg elindult ez a saját út, de hát nekem azért nem volt annyira egyszerű, ott volt egy ilyen immunbetegség, ami miatt én szanatóriumban voltam hát egy évig, tehát ez úgy kell elképzelni, hogy van egy élet, amiben így tök jól jönnek a lehetőségek, meg járod az utad, meg ezt kitalálod, azt kitalálod, de aztán olyan, mint az ilyen filmekben, hogy hirtelen kattanás és sötét. Én már előtte megpályáztam egy olasz ösztöndíjat, de még csak egy nyári nyelvkurzusi ösztöndíjat Perugiába, és én ott a szanatóriumban tudtam meg, hogy én ezt megkaptam. Engem a nagyon sok nehézségemből ez lökött ki, hogy megvan a lehetőség, hogy kimenjek Perugiába, és onnan folytatódott igazából. Nagyon jó emberekkel találkoztam, nagyon sokan segítettek abban, hogy egy olyan témát találjak, amit kevesen kutatnak, ami egy újdonság lehet, mert egy ilyen közelkortárs téma, 49 utáni emigráció Olaszországban, meg Vatikánban, és nekem tényleg megváltoztatta az életemet, tehát én receptre írnám föl mindenkinek Olaszországot vagy Rómát. Olyan energiái vannak a városnak, az embereknek, tehát ez a Gioia di Vivere, ez tényleg létezik, az élet szeretetnek a magas foka várt engem Olaszországban, és mindazt a nehézséget, amit Parádfürdőn átéltem a szanatóriumban, vagy ami előtte történt, amiért ez a betegség létrejött, ezt nagyon jól tudta felettetni, de itt megint bélyegek tapadnak, tehát én nem tudom, kinek az életében mennyi bélyeg van, de ezeket úgy kapjuk az élettől. Itt egy egészen más stigmát kaptam, mert itt már a külsőmre, meg az egészségemre kaptam egy stigmát, tehát most akkor kipipáltam 22 éves koromra az összes típusú ilyen bélyeget, hogy a szüleim, vagy az édesapám miatt, a külsőm miatt, és Rómában tényleg meg tudtam azt élni, hogy a nulláról indulok. Tehát ott nem voltam a híres ember lánya, ott nem is beszéltem annyira még a nyelvet, tehát teljesen semmiből kellett kitalálni, hogy ki ez a Juhász Anna, aki már a gimibe is kereste az útját. És ott már nagyon erős volt az, hogy az irodalom az tényleg kapaszkodó, tehát az nekem egy olyan életmentő lett nagyon sok esetben, hogy azt éreztem, hogy ez lehet egy olyan út, ami nagyon sok embernek tudok kaput adni. Tehát ha engem kihozott egy nehézségből, és újabb élményeket adott, és csak megtelt már a harmadik kis füzetem, és csak van annyi idézet, és igenis megtaláltam a kötődést Ady Endréhez, és akár Babicshoz, vagy a többi szerzőhöz, akkor ez tuti, hogy másokat is érdekelni fog. Tehát nekem Olaszország annak a szimbóluma, hogy ott egy nővé váltam, még akkor is, hogyha nagyon elesettként érkeztem meg,
és nagyon sok segítségem volt ki, nagyon sok barátom lett, nagyon-nagyon fontos az a pár év, mert persze hazajárok vizsgázni, de nekem akkor még a szívem Olaszországban van, mert ott tudok szabad lenni. A döntés egyértelmű volt, hogy haza kell jönnöm, mert itt van a családom, itt van az otthonom, itt van a hazám, itt van az édesapám, aki ugye egyre idősebb, tehát hogy miért töltök én másik országban időt, ha itt van az édesapám, akit bármikor elveszíthetek. Viszont ezek nagyon-nagyon stabil alapok lettek már az életemben, amit ott ilyen fiatal felnőttként letettem, meg amiket megharcoltam. Hát nekem van egy fontos elemes az életemben, ami egy majomházhoz köthető, mármint az állatkert majomházához. Csányi Vilmosnak van a szülinapja, a felesége körbehív mindenkit, a barátokat, hogy a Vilinek a szülinapja lesz, aki nekem a pótapukám gyerekkorom óta, és hát hol máshol tarthatnánk az ő kerek születésnapját, mint a majomházban, úgyhogy menjünk csak el. Én akkor jöttem az a Rómából, és hát még a koromnál idősebb cuccokat viseltem, én kosztümöket, vagy nem tudom, és én kosztümbe. Hát tiszta örület. Tavasz van, ugye ez egy májusi hónap, ha jól emlékszem, megyek anyukámmal, apukámmal, a nővéremmel a majomházba, kosztümbe. Az Éva, a Vili felesége úgy döntött, hogy nem úgy összeülteti az embereket, a családok, nem tudom, mindenkit szétszór. És mivel akkor jöttem az Olaszországból, engem Alexander Brody mellé leültetett, akinek az Olaszország szintén egy hazája volt, volt olasz felesége, meg hát egy vidágpolgár, ugye Brody Sándor unokája. Kérdezte, hogy ki vagyok, mi vagyok, elmeséltem ilyen nagy melénnyel, hogy hát én most jöttem haza Rómából, állást keresek, mert hogy már két hete itthon vagyok, most vettem át a diplomámat, úgyhogy mi lesz. És mondta, hogy szuper, másnap akkor találkozunk, mert még belvárosi hotel lobbyában, mert neki van egy ötlete. És másnap mondta, hogy van egy olyan ember, hogy Farkas Csárli, aki a Farkas István festőnek a fia, Rómában él, és szeretném megújítani az alapítványt édesapja emlékére, és ez az első olyan munkám, amikor elkezdtem képzőművészekkel, írókkal, válogatott, kivételes alkotókkal együtt dolgozni, és ezt az alapítványt csinálni. A szüleimnek még ez mindig nem volt elég, és amikor éppen egy alapítványi ülésem voltam, akkor csörgött a telefonom, mert egy könyvkiadós barátjuknak szóltak, hogy hát az Annuska hazaköltözött, és ő meg a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesületének volt a vezetője, úgyhogy ott álltam, és mondta, hogy nem akarok-e a úgynevezett mekekébe dolgozni. És el is indult ez az út rögtön, ezután két hónappal már kaptam egy októberben egy kiküldetést a Varsói Könyvvásárra, az ott az első kiküldetésem, utána rögtön jött a frankfurti, és ez 7 év volt, tehát 7 évig utazhattam külföldre, és szuper tapasztalatokat szerezhettem arról, hogy milyen ez az irodalmi disztribúció, tehát utaztatni a magyar irodalmat, és hát közben ott volt az ünnepi könyvhét, az egy lubickolás, tehát ez gyerekkorom óta nagyon szerettem, hogy a Vörös Máté tér és társai, Nemzetközi Könyvfesztivál, és egy picit ez most másik oldal volt, tehát nem csak az írók, hanem a szakma, a szerkesztők, a könyvkiadók, mindenki, aki a könyveken dolgozik, de ez a rengeteg tapasztalat, amit itt szereztem, tehát vásárszervezéssel, ez az alapja annak, hogy tehát ha az ember nagyot is tud szervezni, akkor érted, mi kell a kicsihez, vagy másképp a nagyhoz. És itt volt egy mentorom, a Pár Rózsa, aki egy csodálatos ember volt, még édesapámmal is dolgozott, sok ilyen összecsengés van. És a Rózsa ott odavett maga mellé, mindent megtanított a szakmáról, de ami a legfontosabb, hogy átadta a tudását, és nem féltette, tehát nem megtartott magának valamit, hanem megosztotta. Így már így megindult az út, hogy akkor milyen lesz majd egy olyan önálló vállalkozás, ahol már nem egy nagy könyvásár van 30 ezer emberrel, vagy 10 ezer emberrel a Vörös Marti téren, hanem akár egy kisebb közösségnek sokkal személyesebb megszólítással átadni az irodalmat. Dolgozom a Kertész utcában, Mekekében, és volt egy csodás kolléganőm, akivel azóta is jobban vagyok, Dorka. Úgy éreztem belül, hogy érdekel a közösség, amivel Rómában is találkoztam, meg amiről részben a szakdolgozatom szó, ugye a Triznyakocsma, tehát hogy van egy ember, aki létrehoz a lakásában egy közösséget, ami megtartó erő, igaz, ez Szőnyi Zsuzsa és ez az emigráció, de az, hogy minden héten ott ültem, történeteket hallgattam, rájöttem, hogy ez kell, hogy hallgassuk meg egymást, és totál különböző emberek. Tehát nem az, hogy feltesszük a kezünket, hogy mi ugyanolyan színű ruhát viselünk, és mi vagyunk egy csapat, hanem minden különböző. Az egyik egy író, a másik egy pap, a harmadik egy asztalos, de mind együtt vannak, mert ők nyitottak egymásra. Aztán megint meséltem ennek a Dorkának a vágyaimat a Kertész utcában, amikor mondta, hogy náluk van egy pályázat, ahol egyébként most még van 5 napom leadni egy pályázatot, ha én szeretnék egy úgynevezett ilyen irodalmi programsorozatot létrehozni. És így mondja nekem ezt a hírt, megyek hazafelé, Gellért tértől nem messze lakom, és akkor látom a legendás Hadikon, ami már volt szivárványáruház, meg humanik cipőbolt, oda jártunk ugye Nagyival vásárolni, tehát hogy én ott nőttem föl végül is a Bartókon, ki van írva, hogy mindjárt nyitunk, és egyszerűen úgy összeállt egy picit, hogy mindjárt nyitunk, egy hely,
nekem ott a pályázat a zsebemben, hogy elkezdett úgy összeállni, és hívtam egy kedves ismerősömet, akkor egy önálló vállalkozásom volt, egy úgynevezett Olvas Haver nevű ilyen olvasóklub, ugye van egy haver vagy társaság, amiben az alapításnál ott voltam, és ez az olvasóklubjuk volt. Bementünk a Hadikba ezzel a sráccal, és valahogy kértem, hogy segítsen nekem, hogy így elmondjam az én gondolataimat, ötleteimet, és mondták, hogy hát tényleg pár hét múlva nyitnak, hát akkor nekik nincs is programjuk, hát tök jó, ha jövök. És 2010. november 17-én tényleg el tudott indulni a szalon, ugye itt is sok bélyeg volt. Mondták az emberek, hogy mit akarok én irodalmi szent, ezt senki nem fog érdekelni, de akkor nem volt mintám. Tehát nem tudtam pontosan, hogy mi az, amit csinálok, csak azt tudtam, hogy szeretnék egy közösséget. Elindítottam azon a héten a közösségi oldalamat, de hát a semmibe, tehát ennek nem volt még kultúrája, legalábbis az én körömben biztos, hogy nem. Tehát úgy mindent próbáltam, e-maileztem emberekkel, de ez látszott, hogy már a második est az full teltházas volt, és ahogy elindult ez az egész, látszott, hogy nagyon nagy űrt tölt be. Tehát hirtelen én is meglepődtem, hogy teljesen feszegeti már az első évben a határokat, nagyon jó visszajelzések vannak. Nagyon sokat kellett fejlődnöm, nagyon izgultam, nagyon nem tudtam, még ki kellett alakítanom, van, hogy 18 oldani jegyzettel érkeztem egy estre, de ott volt a szív, tehát ott volt az, hogy én ezt akarom, és onnantól kezdve tényleg ez egy ilyen megállíthatatlan folyamat, mert ott is havonta voltak, hát most már ugye ez 14 éve van, és úgy szépen jött a többi kávéhez, és szépen azt kezdtem észrevenni, hogy egyszerűen erre van igény, és nem úgy, hogy csak a fiatalok, vagy csak az idősek, vagy csak a nyugdíjasok, hanem úgy mindenkinél van egy olyan réteg, aki szeret egy közösségbe járni. És ma meg már 14 évvel később, amikor itt a mobil a zsebünkbe is folyamatosan nyomogatjuk, ma megint mást jelent egy közösségbe járni. Végre van egy hely, ahol letesszük 90 percre ezt a telefont, és ott születik meg előttünk egy olyan dolog, ami később nem fog. Tehát az irodalmi szalon az ugye nem egy előadás, de nem is egy színház, nem egy film, ami egyszer valaki megcsinált és felvette, és Báránc vele játsszák, hanem egy ott születő beszélgetős produkció, pont ugyanúgy soha nem fog megtörténni, mert nagyon sok energiának kell összeadódni ahhoz, hogy ez 14 éve működjön. Nagyon büszke vagyok rá, és nagyon sok partner volt az időközben, nagyon sok olyan munkatárs, aki ugyanígy hisz a szavak erejében, meg a művészet erejében, de azt hiszem, hogy ez egy ilyen küldetés lett, amiben nagyon jó benne lenni, és nagyon örülök, remélem még sokáig tart. Van egy év, ez a 2014, amikor mind a három nagy kávéházba dolgozom. A Hadikba, a New Yorkba és a Centrálba. Mind a három kávéház ment, nagyon jól mentek ezek a programok, teltek múltak az évek, aztán valahol kicsit több lett, valahol kicsit kevesebb, és pont az egyik kávéházba ültem 2018-ban, amikor kitaláltam, hogy akkor picit még tudunk bővíteni ezen a programpalettán, ami akkor már ugye 8 évvel indult a Bartók Béla úton, hogy legyenek irodalmórák. Mert hogyha nekem ilyen izgalmas, hogy itt ülök, ahol Karinti írta az Így írtok tit, vagy a Tanár úr kéremet, és tudom, hogy melyik az a terasz, ahonnan lenézett Karinti Gárdonyira, vagy hol nézett be a szerelme az ablakon, keresve Szabó Lőrincet, és félve attól, hogy egy másik nővel van, vagy hol ült Somjó Zoltán, és hol ült Tersenszki Józsi Jenő, és ezek olyan emberek, akik az én világomban élők voltak. Tehát ott ültem egész nap ugye vendéglátóipari helyeken, dumáltam a pincérekkel, néztem a vendégeket, és nekem ez volt az életem, hogy feléleztem ezeket a helyeket. 19-ben lett végülis az első kávéházi irodalmi óra. Aztán ugye jött a Covid, és ez sokat változtatott, mert ki tudtam lépni egy picit a fővárosból. Ugye nagyon sok online előadás volt, erre még mind emlékszünk mindannyiunknak, tehát úgy dolgoztunk, hogy képernyőn keresztül, viszont elindultak a vidéki meghívások. És egy következő lépcső, amikor már az ügynökséggel ennek adtunk egy keretet, és elindult Budapesten szintén a kávéházakkal együttműködés, ma is tartunk irodalmórát a New York kávéházban, és elindult egy országjárás, ami meg Kárpát-medence szerte irodalomóra, ami egy hihetetlen tapasztalás számomra. Tehát kilépni egy városból, és rájönni arra, hogy ezt meg lehet fordítani, hogy már mit tudunk lenni a hely szelleme, és mindazt a lehetőséget, mindazt a tudást a történeteinkkel, a verseinkkel, a szeretetünkkel, zenészekkel együtt, vagy színészekkel, írókkal el tudjuk vinni bármilyen településre, ez már egy misszió lett. És volt olyan időszak, hogy tényleg, nem tudom, két hónap alatt 28 városban voltunk, tehát szinte minden nap utaztunk, mert annyira fontossá vált, és annyira sok meghívást kaptunk a mai napig,
a Gutenberg galaxis, az egyszerűen működik, és működni is fog, és mindig lesz arra igény, hogy kinyisd azt a könyvet, és adj figyelmet, türelmet annak az embernek, aki ott van, és ez szerint tényleg nem tantárgy az irodalom, mert sokat szoktam mondani, hogy az irodalom nem tantárgy, ez amit az irodalom világnézet, szeretek ilyen jelmondatokat mondani, és én ezt próbálom valahogy a diákoknak átadni mindig az adott történeteken, vagy az adott szerzőkön keresztül. Most az idei évet egy Vid nevű településen kezdtük, Vecseihe Miklós barátommal és Balag Ergővel, a Platon Karatejevből. Egy József Attila előadást vittünk, most ugye ilyen kis térségeket szeretünk meglátogatni országjárás keretében. Sose voltunk Viden, majdnem nem tudtuk, hogy hol kell megállni, tehát egy nagyon pici település, 120 lakosa van. Robi, a polgármester a legnagyobb szeretettel várt minket, beérkeztünk a művelődési házba, ami egy udvarban bent egy nagyon megható és szép épület volt. Picit hideg volt, picit ott a színpadon elkezdtünk pakolászni, és hát csak izgultunk, hogy délután kettőre összejönnek az emberek. És elkezdtek érkezni, Robi is nagyon izgult. És elkezdtek érkezni, és csak érkeztek, és van, akinek már csak állóhely maradt. Nagyon sokat maradtunk még ott beszélgetni az emberekkel. Nagyon működött az, hogy nem távolságot tartunk, hanem a célja most éppen az országjárásunknak, hogy mindenkinek kézzelfoghatóvá tenni, hogy ez a közös kincsünk, egy-egy József Attila vers. És valahogy Hasis, meg Gergő a dalokkal, a versekkel, a közönséggel, én egyet történettel annyira összekapcsoltunk, hogy úgy éreztem, hogyha ilyen január első napjaiban már ez az év, akkor nagyon is van miért dolgoznunk, és ez most azóta nagyon-nagyon a szívem közepén van. Van nekem egy csodálatos kislányom, Mimi, hivatalos nevén Hermina. Hermina volt egy felmenője a családunkban, anyai ágon, aki egy nagyon legendás alak volt, és Mimi róla kapta a nevét. Hát ő mindent megváltoztatott, mert én nagyon vártam, hogy anya lehessek, de hát ez egyébként édesapám halála után tudott megtörténni. Valahogy talán nekem el kellett engednem a saját családom megalapozásával. Minden esetre Mimi egy fantasztikus teremtés, de sok mindent tanított, például azt, hogy mennyire tudnom kell mindig az adott helyen, tehát megosztani a figyelmet, de oda megérkezni abba a feladatba. Tehát nekem minden nap ki kell használnom szinte mindent, amíg nem fáradok el. De egyébként vannak trükkök, tehát Mimi sokszor utazik velem, akár mondjuk külföldre, egy külföldi útra, egy olyan turnéra, ahol otthonos a közeg, pont a hasékkal megyünk turnézni, akkor őket nagyon-nagyon szereti, és jön, és szeret részesévé válni. Igazából én is így nőttem föl, hogy beleszülettem, és ez volt a természetes. Nekem így is mindig lelkifudulásom van, hogy nem a szokványos életet éljük, tehát én nem 4-kor leteszem a tollat, és 6-kor a családomnak főzök vacsorát, és vagy elmegyek a férjemmel moziba, tehát ő ebben abszolút beleszületett. Természetesen színésznő szeretne lenni, vagy táncosnő. Úgyhogy nagyon fejlődik, meg nagyon fura dolog, hogy ez a teremtés, tehát hogy közel tudunk kerülni ahhoz a régióhoz, ami a vallás, én ugye vallásos vagyok, vagy mondjuk az, hogy a titok régiója, tehát hogy lesz két emberből egy harmadik. Ezt most bárhogy misztifikáljuk, ez tényleg egy csoda, és én ezt így is élem meg az életemben, úgyhogy szóval ez egy ilyen vándorló karaván életmód a miénk, de Mimi kell aktív részese. Nagyon sok minden történt velem az elmúlt 20 évben. Az első rövid távú cél, hogy ugye édesapám 1928-ban született, tehát 2028-ban lesz a centenárium, a Juhász Ferenc centenárium. 4 éven van. Én azt gondolom, hogy addigra egy olyan rendszert szeretnék felépíteni, ne egy programsorozatot hozzak létre, hanem Juhász Ferenc, mint az egyik legjelesebb 20. századi Nobel-díjra jelölt költő, egy olyan figyelmet kapjon egy alapítvánnyal, egy ösztöndíjrendszerrel, egy alappal, bármivel, ami azt az örökséget tudja továbbvinni, amiért talán én most itt vagyok a Földön. Én mindig úgy éreztem magamat, hogy persze látványos, amit csinálok, beletanultam, de az én szerepem az, hogy én egy híd vagyok. És volt egy zseni a családomban, és én lehet, hogy pont a betegségem, a nehézségem, hogy kikapcsoltam minden külsőséget, és rájöttem, hogy mi az az út, ami az enyém tud lenni, és nagyon sok életmű kapcsán, akár centenáriumok kapcsán meg tudtam mutatni, hogy igen, egy évig tudok beszélni Szabó Magdáról, Pilinszkiről, Nemes Nagyról, Tamás Járonról, nemrég volt ugye Petőfi Bit centenárium, tehát én ezt értem, de lassan rá kell fordulni, hogy én mégiscsak Juhász Ferenc lánya vagyok, és ezt a rengeteg munkát, tapasztalatot, várost, építkezést abba szeretném fordítani, hogy megérkezzem
ahhoz az örökséghez, amiben beleszülettem, és ez pedig Juhász Ferencnek az öröksége, úgyhogy ez előttem, és én nagyon várom.